Jó estét kívánok, köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Városi TV Mohács április 3-ai Hétközben című magazin műsorát látják. Adásunk elején jöjjön rövidképes ajánlónk. Bontás után építés. Újabb szakaszához érkezett a Selyemgyár Temafol projekt a Dunaparton. Szégyenletes vandalizmus a belvárosban. Ismeretlenek módszeresen próbáltak kinyírtani két nyírfát. Negyedszer szavazhatunk EU-s állampolgárokként. Magyarországon május 26-án tartják az európai parlamenti voksolást. Magadból adj, magadat add. Beszélgetés a 70 esztendős Csősz István kanonokkal. A női kézilabda nem szűkölködik tehetségekben Mohácson. Sportinterjú Ritlinger Lottival. Weimar, Pécs, Mohács. Három város fúvósai varázsolták el a közönséget a Schneider Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézményben. Nemrég leült a szállongó téglapor a Dunaparton a volt Selyemgyár és a szintén már csak múlt időben említhető Temaforg területén folyó, tavaly nyáron megkezdett bontási munkálatok után. A helyszínről sok-sok köbméter bontási anyagot, sittet, szemetet hordtak el. A tervezett beruházás szempontjából felesleges épületrészeknek, épületszerkezeteknek már a hűlt helye. Adta hírül az önkormányzati hírek. Az ingyenes heti lap vonatkozó írása megemlíti. Megtörtént a munkaterület átadás átvétele, az alvállalkozók megkezdték a projekt második ütemét, amely az érintett műemlék épületek teljes körű felújítását is magába foglalja. A nagyszabású beruházás aktuális állásáról Szekó Józseffel, Mohács polgármesterével beszélgettünk. Mohácson jelenleg is nagyjából 50 beruházás fut párhuzamosan különböző stádiumokban. Nehéz lenne ezek közül egyet vagy kettőt kiemelni, de mindenképpen azt mondhatjuk, hogy a városkép szempontjából az egyik legizgalmasabb és legmeghatározóbb minden bizonnyal a Selyemgyár, illetve a volt Temaforg épületének, területének rehabilitációja, megújulása barna mezős beruházás keretében. Polgármester úr, hogyha valakik most arra járnak, akkor látják, hogy egy ideje eltűntek ezek a bontó gépek onnan a területről. Hol tart most ez a projekt? Hát valóban úgy van, hogy a városkép szempontjából, látvány szempontjából a Dunaparton, a volt Selyemgyár és Temaforg üzemi területeken és a környezetükben folyó munkák a leglátványosabbak. Bekerülési értéküket tekintve is a legnagyobbak közé tartoznak. Az egy más kérdés, hogy én mondjuk azt gondolom, hogy ilyen vonatkozásban a legnagyobb hatású programunk azok a lakópark fejlesztések voltak, hiszen ha belegondolunk, hogy ott is, és azokat ráadásul nagyrészt saját forrásból végeztük el, tehát ott is több százmilliós, tehát összességében közel egy milliárdos nagyságrendű infrastruktúra fejlesztést hajtottunk végre, de hogy az mit generált azt követően, hogy hány családi ház épült fel, és az a helyi munkaerőpiacra, a helyi gazdaságra milyen hatással volt, illetve hogy kinőtt ott egy új városrész a földből. Én azt gondolom, hogy az így összességében gazdasági szempontból nagyobb hatású volt, de mivel itt most a belvárosban lévő területekről beszélünk, ugye két felhagyott üzemi területről, ezért mindenképpen ez városképi szempontból, tehát látvány szempontjából, egyáltalán a város marketing szempontjából biztos, hogy ezek a programok a legjelentősebbek most. Ezt a két területet ugye a korábbi években vásároltuk meg, még 2016 március vége és május eleje között, tehát március 31-ével kezdődően, és május elejéig kellett lebonyolítanunk villámgyorsan az adásvételeket és helyzetbe kerülni. Azért, mert májusban már be kellett nyújtanunk a barna mezős programra a pályázatot. Ennek a programnak is volt egy olyan előzménye,
hogy eredetileg a székgyár volt székgyárnak a megvásárlását terveztük, és nem, talán emlékeznek rá, akik nyomon követték az eseményeket, hogy oda kívánt, azt a területet fel akartuk bontani. Ugye arról volt szó, hogy a Danubia az ERT marad, tovább dolgozik, a területnek a 27-28%-ára tartott igényt, és a maradék részre nyújtottunk volna be pályázatot a barnamezős program keretében üzemcsarnokok létesítésére. Közben az a program meghiúsult, a Danubia és az ingatlan tulajdonos közötti vita nézeteltérések okán. Végül is a legvégén a tulajdonos azt mondta, hogy ő most már nem adja el a területet, nem tudta rendezni a vitáját a Danubiával, és ezért kellett más megoldás után néznünk. Ahogy ez a tárgyalás eredménytelenül zárult, én még aznap éjjel elkezdtem a tárgyalást az Amerikában élő Temaforg üzemi terület tulajdonosával, és a sejemgyári terület tulajdonosával is. Ezen tárgyalások eredményeképpen végül is 90 millió forintért megvásároltuk a Temaforg üzemi területet, és 120 millió forintért, nettó összegekről beszélek, nettó 120 millió forintért pedig megvásároltuk a sejemgyári üzemi területet. És mivel így a tárgyalások eredményre vezettek 2016. május elejére, ezért lehetővé vált, hogy még abban a hónapban a barnamezős területek rehabilitációja céljából pályázatot nyújtsunk be. Két részletben nyújtottuk be a pályázatot. Egyik részlet volt a sejemgyári terület felújítása, átépítése, teljes átalakítása. Erre 800 millió forint támogatási összeget céloztunk meg, a maximális összeget, amit akkor el lehetett nyerni ennek a programnak a keretében. A pályázatunk eredményes volt, a 800 millió forint támogatást meg is kaptuk. Nyilván közben el kellett készíteni a felújítás programját, tervét, el kellett odáig jutnunk, hogy részletes kiviteli tervekkel rendelkezzünk. Bonyolította a dolgot, hogy részben műemléki jellegű épületekről van szó, tehát amiket megtartunk és amiket felújítunk és közösségi célú hasznosításra kijelöltünk, azok mind műemléki jellegű épületek, tehát annak egy kicsit az összes előkészítési munkálata nehezebb volt, hosszadalmasabb volt. A lényeg az, hogy ezen túl vagyunk, rendelkezünk a kiviteli tervekkel, lebonyolítottuk a közbeszerzési eljárást. A 800 millió forintos pályázati összeghez képest az eljárások után 107 millió forint többletköltség mutatkozik. Erre vonatkozóan az irányító hatósághoz a támogatásra a többletköltség igényünket benyújtottuk. Reményeink szerint ezt az igényünket támogatják. De hát mondhatnám azt, hogy a kocka el van vetve, tehát a programot elindítottuk, és meg fogjuk valósítani. Tehát az is lehet, hogy a 800 millió támogatáson felül ezt a 107-108 millió forintot önerőként az önkormányzatnak vállalnia kell. Nagyon bízom benne, hogy azért a többletköltség igényünket méltányolják, és erre támogatást kapunk majd. A napokban valóban megkezdődött az építési beruházás. Az építési beruházásra 724 millió forintos ajánlatot kaptunk, nettó összegről beszélek ismét, tehát az ajánlattevővel a szerződést megkötöttük. Ezen a 724 millió forinton belül nyilván terheli a programot az eszközbeszerzés, az előkészítés költségei, a bontás költségei, tehát több minden más.
Tehát így jön össze a több mint 900 millió forint feletti költség. A program keretében a volt selyemgyári blokknak a főépületében kialakításra kerül egy több mint 400 fő befogadására képes rendezvényterem, ahol konferenciáktól kezdve a lakodalmakig többféle dolgot, eseményt lehet rendezni, szervezni. Lesz egy tálalókonyha, ruhatár, kiszolgáló helyiségek, az az alsó szinten. A nagy teremben színpad, korszerű technikai eszközökkel kívánjuk felszerelni. Úgy gondolom, hogy egy reprezentatív rendezvénytermet alakítunk ki, amely hát a Dunára nyíló panorámával és megfelelő kiszolgáló helységekkel, létesítményekkel. A földszinten néhány iroda kerül kialakításra, elsősorban ilyen kisebb üzleteknek és turisztikai helységnek, irodának, olyan irodának, ami a vízről érkező vendégeket is el tudja irányítani, igazítani, segítséget tud nyújtani a számukra olyan vonatkozásban, mik a látnivalók, merre menjenek, programszervezéssel tudnak foglalkozni. Itt jegyzem meg, hogy a jövőt illetően komolyabb szerepet szánunk a vízi turisztikának Mohácson. Ugye ennek első jeleként, lépéseként a napokban érkezik városunkba az a hajó, amit erre a célra építettünk és megvásároltunk. Tehát a vízi turisztika szervezésének, fogadásának is lesz az egyik objektuma, itt a selyemgyári főépületnek az alsó szintjén kialakítandó iroda, meg lesz néhány olyan helység, ahol helyi sajátosságokat, népművészeti termékeket, hungarikumokat árusíthatnak majd. A másik épület részben, ami a volt gubóraktárnak az épülete, ott a kisebb gyerekek részére játszóházat alakítunk ki, még a nagyobbak részére robotika és az úgynevezett maker space foglalkozásokra alkalmas helységeket alakítunk és rendezünk be. Erre a célra szükséges alkalmas eszközökkel megnéztünk. Tehát abból, amit eddig is elmondtam, 2016-ban indítottuk a programot, akkor állítottuk össze a terveket, de azóta is, főleg a robotika terén nagyon sok minden változott, rohamléptekkel fejlődik ez a terület, ezért ismételten az elmúlt hetekben, hónapokban megnéztünk több ilyen objektumot, több olyan helységet Székesfehérváron. A múlt héten voltam Kecskeméten, Budapesten jártunk, tehát megnéztük azt, ahol különböző ilyenfajta oktató, bemutató helységeket hoztak létre, olyanokat, amik alkalmasak arra, hogy a gyerekeket megismertessék az új technikai vívmányokkal, de alkalmasak lehetnek akár a képzésre, szakképzésre, és alkalmasak lehetnek arra is, hogy a vállalkozások is a dolgozóik részére adott esetben akár felnőtt képzéseket vagy bemutatókat tartassanak. Úgy gondolom, hogy ez a 21. században elkerülhetetlen és szükséges az, hogy ezen új technikai vívmányokat is elérhető közelségbe, kézzelfogható közelségbe hozzuk ide a városunkba is az embereknek, úgy a legkisebbektől kezdve a legnagyobbakig. Tehát ezt a selyemgyári volt üzemi épületekből a műemléki jellegű épület blokkon belül
nem a főépület, hanem a Szent János utca felőli épületsorban fogjuk megvalósítani. Az udvari részen, hát egyelőre most az látszik, hogy ilyen bontási terület az udvari rész, tehát azt ott játszótereket alakítunk ki gyerekeknek, szenior játszóteret az idősebbeknek, lesz egy olyan sétatér, rendezvénytér, ahol különböző rendezvényeket lehet tartani a főépület elé épített ilyen szabadtéri színpadnak is felfogható rámpával, amit azért megfelelőképpen felszerelünk. Tehát az a célunk, hogy itt a Dunaparton egy kikapcsolódásra, szórakozásra, sétára alkalmas a város területhez, a belvároshoz méltó helyszínt alakítsunk ki. Itt most azt lehet látni egyelőre, hogy több mindent lebontottunk, a terület körbe van kerítve, és megkezdődtek a munkálatok. Elsősorban most az építészeti rész, tehát a magas építészeti rész az, ami most inkább várható és látható, tehát a műemléki épületeknek a renoválása, a felújítása és szakértő cég bevonásával az olyan újjáépítése, ami az eredeti védendő értékeket, ami miatt az épületek műemlékké lettek nyilvánítva, tehát ezen védendő értékeket megőrzik, sőt hangsúlyozzák. A selyemgyári terület mellett látható, hogy a volt Temaforgi üzemi területen is munkálatok folynak és folytak. Ott is a bontás nagy részén túl vagyunk, még van egy garázssor, aminek a bontása vissza van, az még jelenleg az építők raktárnak használják. A területnek a déli részén a városgazdálkodás kivitelezésében folyik egy társasház építése, ott volt egy masszív, stabil, többszintes üzemcsarnok, és úgy döntöttünk, hogy az alkalmas lehet társasház kialakítására, és a bontás helyett inkább ilyen módon lesz hasznosítva. A fennmaradó részen elég jelentős szabad téri területet alakítunk ki, parkolókkal, sétáló övezettel, egy fiatal felnőttek részére kialakított játszótérrel, a Dunára nyíló panorámával, és lesz egy a volt graffiti épületben, amit talán a mohácsiak most még így ismernek, remélem már nem sokáig, ott a földszinten szintén egy megfelelő panorámával, Dunai panorámával rendelkező büfét alakítunk ki. Abban az épületünkben az emeleten fitnesstermek lesznek, fallabda pálya lesz kialakítva, kettő darab fallabda pálya. Az épületnek a földszintjén öltözők, fürdők, vizes blokkok, büfé, amit említettem, és egy olyan fogadó, kiszolgáló helység, ami ennek az egész objektum résznek a működését, működtetését látja majd el. Tekintettel arra, hogy egy másik projekt keretében tervezünk a Dunaparton egy jachtok és sportcélú kishajók, csónakok kikötésére alkalmas kikötőt létesíteni. Ez gyakorlatilag a vízirendőrség kikötő helyétől délre mintegy 150 méter hosszan jelenteni a partszakasznak a rekonstrukcióját, beépítését. A 80
80 kis hajó tudunk majd oda kikötni két sorban. Lesz egy ennek a kikötő stégnek lesz egy fejállomása, ahol tehát ott egy kisebb fogadófelület kerül kialakításra. Egy fő nyári időszakban úgy vélem, hogy legalább egy fő kezelő személyzettel, és ott üzemanyagvételezési lehetőséget is kialakítunk, illetve vízvételi lehetőséget, áramvételi lehetőséget, hulladékelhelyezési lehetőséget. Tehát a víziturisztika részére kiszolgáló területet alakítunk ki, egy kiszolgáló objektumot alakítunk ki, de nem csak az ide látogatók részére, hanem pont azért, hogy a helybeli vagy környékbeli csónaktulajdonosok is adott esetben a hajóikat ott biztonsággal el tudják helyezni, őrzött helyen, felügyelt helyen, tehát ott egy ponton rendszer kerül kiépítésre, és hát így alakul ki összességében majd az a városkép, ami magában foglalja a volt selyemgyári területnek az újjáépítését, a Temaforgi üzemi területnek a teljes rekonstrukcióját, illetve a Dunapart rendezését, és ott egy jacht és sportcélú kishajó kikötésére alkalmas, fogadására alkalmas objektum kialakítását. Tehát úgy vélem, hogy itt a városkép az alaposan át fog alakulni. Ez utóbbi beruházás, tehát a kikötő beruházásnak a programján dolgozunk, a terveit elkészítettük, engedélyezésre benyújtottuk. Május közepéig, végéig be fogjuk nyújtani a pályázatot. Annak realitása körülbelül 2020-ban van, hogy azt a kikötő rendszert megvalósíthatjuk. Hát remélhetőleg egy pozitív, tehát a pályázatunkat támogató pozitív döntést követően. Hasonló határidő a selyemgyár és a Temaforg épület befejezéséhez is, 2020 nyara. Igen, ezek a programok utolérhetik egymást. Tehát a 17 hónap van az építés befejezésére a selyemgyári területen, ugyanígy 17 hónapot határoztunk meg a Temaforgi üzemi területen is. Igaz, hogy ott még a közbeszerzési eljárás nincs lefolytatva, tehát ott várhatóan a nyár közepén tudunk szerződést kötni a kivitelezővel, de hát legkésőbb 2000, illetve hát a nyár elején inkább, és legkésőbb 2020 végére, novemberére be kell ott is fejeződjön az építés, tehát a teljes beruházási program be kell, hogy fejeződjön. És hogyha a kikötőfejlesztési pályázatunk eredményes lesz, és ott sikerrel járunk, akkor az a program is 2020 végére megvalósulhat. Amennyiben nem nyer támogatást a pályázatunk, akkor egy kicsit a programot át kell gondolni, át kell dolgozni, hát akkor lehet, hogy egy szűkített programot, de akkor is azt fogom javasolni a képviselőtestületnek, hogy egy szűkített program keretében valósítsunk meg azon a területen kikötő fejlesztést. Én úgy gondolom, hogy Mohácson ezt az adottságunkat, hogy a Duna partján fekszünk, ezt turisztikai, idegenforgalmi szempontból is fokozottabban ki kell használni, de úgy gazdaságfejlesztési célból is, tehát gazdasági célzattal is, ezért folyik több párhuzamos programunk, közte
közte az egyik egy kereskedelmi kikötő fejlesztés, ugye a másik oldalon pedig a turisztikai vonatkozású fejlesztéseket is szeretnénk elindítani. Úgy vélem, hogy a Duna egy olyan adottság Mohácsnak, amit minél szélesebb körben ki kell használni, és hát talán eljutunk oda, hogy az ilyenfajta jóléti beruházásokra is és szolgáltatásokra is egyre nagyobb igény lesz, és forrást is lehet hozzá rendelni. Az önkormányzat számos intézkedést tett és tesz annak érdekében, hogy városunk minél szebb, otthonosabb és élhetőbb legyen. Az építkezések, épület, út és járdafelújítások mellett fontos szerepet kap a parkosítás, virágok és fák ültetése, illetve gondozása. Ezért is tölt el sokakat megdöbbenéssel és felháborodással, amikor nagy valószínűséggel helyi lakosok követnek el vandalizmust. Következő összeállításunk egy ilyen problémára hívja fel a figyelmet. Érthetetlen és megbotránkoztató látvány fogadja azokat, akik a Kígyó utcai lakótömb egyik épületrészének parkolójánál álló két nyírfát közelebbről is szemügyre veszik. A fákat ugyanis körbeásták, gyökereikbe és törzsükbe lyukakat fúrtak, és vélelmezhetően valamilyen mérgező anyaggal meglocsolták. A Városi Televíziónak Mohács főkertésze Kövesdi Katalin nyilatkozott az esettel kapcsolatban. A szakember a jelekből arra következtet, hogy a különös vandalizmus célja nem csupán a rongálás, hanem a fák elpusztítása. Hát ilyet még a 31 év alatt életemben nem láttam, hogy valaki megfúrta, illetve föltárta a nyírfának a gyökerét, megfúrta és belocsolta. Több mint valószínű, hogy nem gázolaj, mert nem szagos, több mint valószínű, hogy valamiféle gyomítóval, azért, mert hogy itt egy-két lakomák között, hogy szemetel a fa. Nyilván nem tudhatjuk, hogy ki követte el ezt a cselekedetet, de az mindenképpen látszik, hogy a fa vagy a fák, hiszen kettő fáról is beszélünk, a fák kiirtásáról van szó. Szomorúan hangzik, de ez egy hatékony módszer lehet? Tehát el tud pusztulni ettől a fa? Hát sajnos igen, hogyha több alkalommal is megöntözi, akkor felszívja a gyökérzet és elpusztítja a növényt. Mennyi idősek lehetnek ezek a fák itt nagyjából? Hát olyan közel 20 éves. A két fa. És az a borzasztó, hogy ezt a lakók kérték, hogy árnyék legyen itt a parkolónál. Holott most már szemetel a fa számukra. A szemetelés az pontosan mit jelenthet akkor ebben az olvasatban? Hát az, hogy levele van, meg van némi termése is. De ráadásul nem nekik kell gondozni itt a területet, mert ki van adva az önkormányzat szerződés kötött parkfenntartásra egy illetővel. Tehát ez nem az ő dolguk. De hát azt mondják, hogy ráesik az autóra a levél, és szemetel. Van-e valamilyen jogszabályi háttere annak, vagy valamilyen fajta rendeleti háttere annak, hogyha mégis kiderül az elkövető vagy elkövetők kiléte, akkor milyen büntetés vár rá? Hát saját hatáskörben csak azt tudjuk végezni pontosabban, hogy a rendőrségre följelentjük. Tehát az önkormányzati rendeletekben szankcionálás nincs, ilyen esetben csak, és meg is tettük a rendőrségi feljelentés ismeretlen tettes ellen. Reménykedünk, hogy hát ha lesz valami foganatja. Ki és mikor észlelte a problémát? Ezt a múlt hét során észleltem, mert akkor itt egy új ágyást hoztunk létre, és akkor itt parkoltam az autóba, és akkor vettem észre, hogy először azt hittem, hogy valami állat csinálta, de egyértelmű, mert teljesen föl van tárva a gyökér, le van vágva, bele van furva, tehát. Látva a két fa elhelyezkedését és a házat, az épületrészt, amely itt áll, eléggé közel van az erkélyekhez, az ablakokhoz. Fényes nappal nem valószínű, hogy valaki nekiáll egy ilyen akciónak, esetleg valamikor az éjszaka leple alatt, de akkor is kockáztatja a lebukás veszélyét, hiszen azért, ahogy mondtam, nagyon közel van, és bármi apró neszezés éjszaka különösképpen felerősödik, tehát azért itt bárki jöhet, mehet, meghalhatja, és tetten érheti akár az elkövetőt, aki ezt itt végrehajtotta, vagy folyamatosan úgy tűnik, hogy újra meg újra végrehajtja. Számítanak-e a lakosság bejelentésére? Hát bejelentés sajnos még eddig nem történt, próbáljuk monitorozni a lakókat, de hát eddig még negatív volt a
eredmény sajnos, de azért próbálkozunk, esetleg a közös képviselőt megkérdezzük, hogy tud-e valamit az ügyről. Az önkormányzat jelentős összegeket költ arra, hogy városunk minél szebb, otthonosabb és élhetőbb legyen. Az építkezések, épület, út és járdafelújítások mellett fontos szerepet kap a parkosítás, virágok és fák ültetése, illetve gondozása. Mohács főkertésze különös vandalizmusra hívta fel a figyelmet. A Kígyó utcai lakótömb egyik épületrészének parkolójánál álló két nyírfát ugyanis módszeresen rongálják és mérgezik. Kövesdi Katalin a Városi Televíziónak megjegyezte. Számára egyértelmű, hogy az egyelőre arctalan elkövető célja a fák elpusztítása. Hozzátette, munkája során az elmúlt 30 évben nem találkozott hasonló kegyetlenséggel, és megtörtént a feljelentés ismeretlen tettes ellen. A közelgő európai parlamenti választásokon a polgárok arról dönthetnek, ki képviselje őket az Európai Parlamentben. A képviselők jogszabályokat módosíthatnak, újakat szavazhatnak meg, valamint ellenőrzést gyakorolhatnak az uniós intézmények felett is. A kampányban nemzeti pártok versengenek, az európai parlamenti képviselők megválasztások után azonban egy-egy nemzetek feletti képviselőcsoport tagjai lesznek. A szavazással kapcsolatos tudnivalókról Mohács jegyzője adott felvilágosítást. A soron következő európai parlamenti választásokat 2019. május 23-a és 26-a között rendezik. Magyarországon május 26-án vasárnap járulhatnak az urnákhoz a választópolgárok. A voksolással minden felnőtt uniós polgár lehetőséget kap arra, hogy eldöntse, ki képviselje őt az Európai Parlamentben. A szavazás menetéről és más fontos tudnivalókról dr. Kovács Mirella, Mohács jegyzője adott tájékoztatást. Alapvetően igen. Általánosságban szeretném azt elmondani, hogy 2019. évben negyedik alkalommal kerül sor ilyen voksolásra Magyarországon. Első ízben 2004-ben hazánk uniós csatlakozásakor került sor uniós parlamenti képviselő választásra, és az idei a negyedik ilyen alkalom lesz. Maga az Európa Parlamenti képviselők választása az elsősorban a hazai jogi szabályozás és a hazai hagyományok szerint történik, néhány olyan uniós szabálynak a figyelembe vételével, amit maga a tanács vagy a parlament állapított meg. Itt ez alatt például azt értem, hogy a megválasztható képviselőknek a száma az a nizai szerződés alapján Magyarország esetében 21 fő, illetve hogy a képviselőválasztást május 23 és 26 között kell lebonyolítani, tekintettel arra, hogy a mi hazai választási jogszabályaink szerint választást csak vasárnapi napon lehet tartani, így egyértelmű, hogy azt a köztársasági elnök úr nem tudta más napra kitűzni, mint május 26-ára, vasárnapra. Mohácson, van-e változás a szavazókörökben? Igen, a januári hónapban kellett felülvizsgálni a szavazóköri helyszíneket. Egy módosításra került sor, és ez a valamikor a hajléktalan szállóban volt szavazókört áthelyeztük a Dunairodaházba, tehát akik korábban a hajléktalan szállóba mentek szavazni, nekik a Dunairodaházba kell majd menniük, de az értesítő, a szavazásra szóló értesítő, amit majd postán fognak készhez kapni, ezt az új helyszínt fogja tartalmazni, de azért szeretném felhívni az abba a szavazókörbe tartozó választópolgárok figyelmét, mert sok esetben megyünk rutinból szavazni, és akkor ott zárt ajtókat fogunk találni, de igyekezni fogok, hogy még a választás napjáig ezt többször figyelemfelhívás formájába közzé tegyük. Említettem már az értesítést, amelyet a posta kézbesít majd, egyszerű küldeményként, tehát nem tértivevényes, nem kell aláírni, tehát postaládába dobják be, hogyha valakinél ez elkeveredik, kipottyan, nem kapja meg, akkor milyen lehetősége van arra, hogy mégiscsak tájékozódjon erről, vagy pótolja ezt? Hát ilyen előfordulhat, hogy az értesítő valahogy nem kerül oda a címzethez, de ettől függetlenül a választás napján a személyazonosító okmányával ő a szavazókörben megjelenhet, és természetesen szavazhat, hiszen az nem az értesítővel igazolja a személyazonosságát, hanem a személyazonosító igazolványával, úgyhogy ha az értesítő elkallódik, nem az értesítő lesz az, ami a szavazásra feljogosítja, hanem a választójoga. Itt is vonatkozik szabályozat a kampány csendre, mint a
más szavazások, választások esetében? Igen, ugyanazok a szabályok vonatkoznak a kampánycsendre, illetőleg a kampányidőszakra is, mint az egyéb választásban, mint ahogy említettem a bevezetőben, hogy az Európa Parlamenti képviselők választására elsősorban minden tagállamnak a hazai joga vonatkozik. Éppen ezért a kampányra és a kampánycsendre ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint más egyéb választásokkor itt hazánkban. A szavazókörök hogy tartanak majd nyitva ezen a napon? Ez is a hazai szabály szerint, tehát reggel 6 és este 7 óra között lehet szavazni. Ez nem egységes a tagállamokban, például Olaszországban ezt tudom biztosan, hogy éjjel 11 óráig lehet szavazni, addig vannak nyitva a szavazókörök, és ez azért is érdekes időpont, mert az is egy uniós szabály, hogy addig nem lehet semmilyen előzetes eredményt sem közzétenni, amíg a tagállamok valamelyikében a szavazás még zajlik. Tehát ez a legkésőbb időpont a tagállamok közül Olaszország, ahol éjjel 11 óráig tartanak nyitva a szavazókörök, és ezért a Nemzeti Választási Iroda itt a hazánkban nem adhat előbb még előzetes eredményről sem tudósítást közzé, mint az éjjel 11 óra. Amikor majd belép a választópolgár a fülkébe, ott milyen szavazólappal találja magát szemben? Mi szerepel a szavazólapon akkor? Amikor Európa Parlamenti képviselőt választunk, akkor az egész ország területe, tehát Magyarország területe egy választókerületnek számít, és a szavazólapon listák fognak szerepelni, pártlisták, illetőleg jelölő szervezeteknek a listái, és az egyes listákra leadott országos összes szavazatok arányában kerül az a bizonyos általam korábban említett 21 mandátum kiosztásra, és a listán a jelölteknek a sorrendjét azt előzetesen a jelölő szervezetek határozzák meg. Április 6-a lesz az az időpont, amikortól az ajánlásokat a jelölő szervezetek gyűjtik. Ahhoz, hogy a jelölő szervezet a szavazólapra fel tudjon kerülni, minimum 20 000 ajánlást kell gyűjteni, tehát az április 6-a utáni időszak lesz az, amikor ezeket a jelöléseket a jelölő szervezetek gyűjteni fogják, és ez a 20 000-es jelölő szám az a küszöb, ami felett a jelölő szervezet felkerülhet a nyilvántartásba, veteti magát a Nemzeti Választási Bizottságnál, és a szavazólapra felkerülhet. Tehát a választópolgárok itt, hogy egy mondatban válaszoljak, listára, tehát pártlistára szavaznak, de itt nem létezik Mohácsi eredmény, nem létezik Baranya megyei eredmény, hanem országos összes eredmény. Május 26-án negyedszer vehetnek részt magyar állampolgárok az európai parlamenti választásokon, emlékeztetett Mohácsi edzője. Dr. Kovács Mirella a Városi Televíziónak elmondta, a voksolás reggel 6-tól este 7 óráig tart, előzetes eredményeket azonban csak akkor lehet közölni, ha az utolsó uniós szavazókör is bezárt. Hozzátette, amint más választásoknál úgy indokolt esetben ezúttal is kérhető mozgó urna. Március 24-én töltötte be 70. életévét Csősz István. A Mohácson sokak által egyszerűen csak Tiszinek nevezett kanonokot ebből az alkalomból levélben köszöntötte dr. Udvardi György pécsi megyéspüspök, Szekko József városunk polgármestere pedig a fogadalmi templomban bemutatott ünnepi szentmisé méltatta Isten szolgájának személyét és tevékenységét. István atya vállalva az interjút életéről és hivatásáról is beszélt a Városi Televíziónak. 1949. március 24-én született Csősz István Magyarkesziben, és az elmúlt héten vasárnap egy ünnepi szentmisét mutattak be, amelyet ön celebrált. Akkor polgármester úr a köszöntőjében megjegyezte, hogy a 70 esztendőből, ami eltelt, 30-at itt egyhuzomban Mohácson szolgált, de volt azon kívül még 40 másik esztendő is. Javaslom, hogy kezdjük akkor ezzel, picikét pillancsunk vissza a gyermekkorra, a születésre. Magyarkeszi mennyire fontos állomás az életében ebből a szempontból is akár? Hát, mint szülőfalu, mint otthon, aztán mint elindulás nyilván nagyon fontos volt számomra. Egy picit, egy darabig a világ közepe volt, nyilván még a szüleim éltek, akkor igenis volt hazamenni, ugye,
mi papok járjuk a világot némi túlzással, hogy egyházmegyénket helyeznek jobbra-balra, de hogy ha lehetett haza menni, az ugye rengeteget jelentett. 14 éves koromban elkerültem én hazóról, ugye a Győri Bencés gimnáziumban jártam, és ott érettségiztem. Aztán utána Budapestre kerültem, ott volt a teológia 6 év, és akkor utána hát kerültem ki. Tehát a magyar keszély mint olyan, nyilván egy picit a szívem csicske, az otthonom, de hát ugye szüleim most már régen meghaltak, úgyhogy ha hazamegyek, akkor nagy részt a temetőbe, nagyon kevés közeli rokon van, főleg akivel tartom a kapcsolatot. Győrt említettük az imént, a Bencés Gimnázium az egyik legkiválóbb intézménye az országnak, és nem csak kimondottan azért járnak oda esetleg gyermekek Győrbe, mert aztán később egyházi pályára készülnek, hanem egyszerűen azért is, mert egy valóban renomés intézmény. Az ön életében hogy volt? Tehát amikor úgy kamaszként bekerült az iskolába, akkor már kijelöltetett az út? Nos, hát ugye 14 éves korban, amit mondtam, elkerültem Győrbe, akkor a Pécsi Egyház megy engem, akkor már támogatott. A falubéli plébánosom látott bennem valamit, hogy talán a fiúból pap lesz, akárki meglátja, ugye, hogy aranyt idézem. És akkor hát az az elindulás, aztán a Győr nyilván bizonyos szintig megerősített, mert azért hát 14 évesen az ember eldöntse azt, hogy mi lesz belőle, az túl hamar van, túl korai lenne, de nagyjából azért egy vonalon voltam, hogy ott képzeltem el magam, akár papként, akár esetleg pedagógusként. Ez a kettő lebegett előttem, hogy vagy esetleg hát pedagógus vagy hát pap leszek, azt meglátjuk majd. Ugye 4 év azért még úgy nagy idő, és aztán a bencés hát szellemiség, aztán inkább az egyéniségek, akik nyilván hatottak ránk. Tehát olyan példaképek voltak, hogy hát igenis fölnéztünk rájuk, hogy ez igen. Hogy ők tanár emberek is voltak, pedagógusok is voltak, hogy visszatérjek a magam elképzeléseire, meg hát papok is voltak. És hát emlékszem, amikor először mentünk valamilyen versenyre, azt hiszem, hogy talán orosz nyelvű verseny volt, és elsősök, másodikosok voltunk, teljesen mindegy, és az volt a téma, hogy ki az én példaképem. Azt ott tudtuk meg, voltunk 5-6-an az osztályból, és hát mikor végeztünk, mentünk hazafele, hogy hát ki kiről írt, kinek ki a példaképe. Hát a 6 emberkében azt hiszem 5 az osztályfőnökről írt, hogy ő rátekint, mint példaképre, azért ez valamit jelentett. És akkor hát a bencés évek erősítgettek abban, hogy igen, talán pap lesz majd belőlem, és akkor a folytatás, hogy akkor Budapest volt, 3 voltunk a Pécsi Egyház megyéből osztálytársak, akik hát fölkerültek a központi szemináriumba Budapestre, és akkor ott érlelődött. Még ott is nyilván, tehát nem kész ember belép a szeminárium kapuján, akkor az nem azt jelenti, hogy biztos, hogy pap lesz belőle, hiszen azért sok mindent kell még ott tisztázni, meg. Egy picit én féltem a szemináriumi évektől, emlékszem, amikor bementem, és ugye a sötét folyosók, színes üvegablakok, így mondom, mi lesz itt. Ugye a szemináriumról olyan elképzeléseink voltak, hát ide be vannak zárva ezek a jó emberek, aztán én nem voltam annyira, többször elmondtam, a félre is értették, néha olyan papos, aki lerít, hogy igenis, hát ő papi pályára menne, tehát érdekeltek a úgymond világi dolgok. Ugye elmondtam, hogy többször nyilván fociztam, akkor utána muzsikálgattam, a pesti nagy élmények egyik része az, hogy hát Népstadionba mentünk, tudom, 2-es rangadókra, meg hát nyilván aztán a színház
házvilág, meg ilyesmi, hát a falusi gyerek lévén nem is volt erre lehetőség. És ami igazán nagy dolog volt, az nyilván a tanárikkal is, mint olyan, de talán inkább egymás. Tehát nem gondoltam volna, ott 70-72-en voltunk akkor, egész országból, és olyan emberléptékű volt, tehát nem is kicsi, nem is nagy, ismertük egymást is, és olyan belevaló, a szó jó értelmet csapat volt ott. Hát jó részük aztán utána hát Rómába végzett, vagy kint nyugati, mint Strasbourgba, Párizsba és így tovább, akik oda kerültek, de nagyon jó volt a csapat. 1972-ben történt tehát a pappászentelés, és mondjuk úgy, hogy akkor becsöppent a valódi papi hivatásba, onnan kezdve már elengedték a kezét ilyen értelemben. Hogy érte meg az első misét, vagy az első miséket és a hívekkel való találkozást? Olyan volt, amire mindig számított, vagy ugyanazt gondolta? Nem tudtam, hogy mi vár rám. És aki azt mondja, hogy tudja, az vagy fényezi magát, vagy nem mond igazat. Emlékszem, amikor először megláttam a Himesházi templom tornyot, ugye a Himesházi volt az első helyem, káplán helyem, és akkor úgy, na mondom, akkor itt most elkezdjük, és hogy mi vár rám. Tehát nyilván egy fél szólt az emberben. Utólag visszagondolva, te jó ég, hogy olyan gyerek voltam, én 23 éves fejjel, hát az érdekesek elképzelni, hogy viszonylag védett közegben voltam. A 14 éves korom még a szülői háttér, a falunak a zártsága, a védettsége, akkor a gimnázium, a Bence is, akkor nem voltam katona, akkor mindjárt bekerültem a teológiára, és akkor hát kikerülök a világba, és sokszor kik nevettek engem, akár kamasz gyerekek, hogy milyen naív vagyok, és igazuk volt teljesen. Nos, volt már nem nyilván egy félsz, viszont nagyon, hát a gondviselés engem olyan főnökök mellé helyezett, akiknek én nagyon sokat köszönhetek ott Himesházán, egy 72 éves volt akkor a Patton János bácsi, volt a plébánosom, akkor ott volt mellett egy apác, a házvezetőnő, akkor az ő testvére ott volt még, tehát egy család volt ott a Himesházi plébánián, és biztatgattak, hogy nem féljek. Jellemző, hogy nem mertem elvinni a gitárt például Himesházára, mondom, engem elhajtanak, bocsánat, innét, hogy hát az 72-t írunk, a gitár, meg a hosszabb haj, meg ilyesmi, az én korosztályom tudja, hogy mit jelentett, hogy a pap, meg az szinte összeegyeztethetetlen, de aztán főnökön biztatott, hogy ne csináld, gyere, csak bátran, és akkor pár hónap múlva az elvittem, és akkor ott kezdtem picit muzsikálgatni, így. És a gitár jött tovább Mohácsra is, 1982-ben kezdődött az a 30 esztendő, amelyre generációk emlékeznek vissza szívesen a mai napig a templomba járó generációi, hiszen ekkor valósult meg, ekkor jött létre az úgynevezett beat mise, itt Mohácson így is fogalmazhatnánk, persze a beat akkori szóval sokak számára egy szitokszónak minősült, miközben tudjuk, hogy ma már egy teljesen ártatlan és nagyon szép kezdeményezésről beszélhetünk, amikor gitárral, aztán később ugye vonósokkal, billentyűsökkel is ez kiegészült, Tiszó, ugye Tiszi szobája, zenekarra, hogyha gondolunk. Mennyire volt ez egy tudatos megközelítése annak idején, hogy igenis be kell hozni ezt a fajta hangzást a templom falai közé, és hogy ez nem ördögtől való? Egyáltalán nem volt tudatos. Végül is nem azért gitározgattam, vagy eszembe jutott, hogy na kezdjük onnét, hogy álmomban nem gondoltam, hogy én a gitárt a úgynevezett pasztorációban használni tudom. Ez közben alakulgatott, amikor kikerültem, akkor ugye filiákba jártam, például Himesházán, ugye Szűr, Szabar, Erdősmárok, és hát hittan tanítottam.
Na most ugye egy zongorát nem lehet bepakolni egy kocsiba, de egy gitárt azt be lehet pakolni, és ráadásul ugye a szám nincs betönve, tehát nem fúvós hangszer volt, tehát énekelni is tudok mellette, akkor akkordozni mögötte, és lassan alakulgatott, hogy te jó ég, ezt én tudom így is használni. És aztán hogy az első, hogy komolyabb, ami hát ragadt is rám valami, mert igazából én zenét nem tanultam. Ilyen autodidakta vagyok, ha lehet így mondani, ami az sem nagyon, de Pécsre kerülvén 74-től 80-ig ott kezdtük ilyen szinten a muzsikálást, és ott volt egy jó zenész, a Boldogult Hergerődel Miklós bácsi, aki hát a kanonok volt, és teológiai tanár, akkor a Székesegyház kórusának a vezetője, dirigense, és hát az ő fiataljai, hát biztosgatták, hogy Miklós bácsi, hát most már kezdenek ezek az énekek elterjedni az országban is, hát miért nem csinálunk mi is ilyesmit. És akkor csöppentem be Pécsre, annyit tudtak, hogy én gitározok, azt nem tudták, hogy mennyire tudok, vagy mennyire nem tudok, de lényeg az, hogy azért ott voltak jó zenészek, oda becsöppentem, és ott ragadt rám azért valami. Jellemző volt, hogy a kollégák kérdezték a Miklós bácsitól, hogy hát hogy muzsikálok én, már ugye kíváncsiak voltak, hogy egy káplán milyen kezdeményezéssel hogy van, és akkor elmondta, hogy hát nem tudja tisztán lefogni az akkordokat, meg nem tudja a ritmust tartani. Magyarul semmi nem volt a helyén, de volt mellettem azért olyan jó zenész, vagy jó zenészek, akik aztán picit lendítettek ezzel, meg aztán nyilván akkor tanulgattam, és. Tehát nem volt tudatos, de aztán ennek így nagyon sokat köszönhetem a pécsi dolgoknak, és akkor azok, mert nem voltak kottáink, nem volt, inkább ilyen szájról szájra teljedtek ezek az énekek, ráadásul folyt a harc, hogy ez be szabad-e vinni a templomba, amit mondtál is, hogy bizony lesz ebből botrány, nem lesz botrány, meg ez nem az egyházi zene. És tulajdonképpen azt hangsúlyozgatok, hogy mi nem mondjuk, hogy ez az egyházi zene, de hogy ennek is lehet helye, hogyha meglátjuk, hogy mi lesz ebből. És hát aztán ide kerülvén kiderült, hogy mégiscsak valahol van helye, ami aztán nagy álmom volt, hogy nem okvetlen az, hogy összeszedünk egy-két jó zenész, meg énekesek, megmutatjuk, hogy mi ezt tudjuk. Az egy dolog, de az volt az álmom, hogy a templom énekelje. Szerintünk ez egy kvázi népének legyen, akit ez érdekel. És ez nekem megadatott, és ez óriási élmény volt, amikor elmentem, és itt tele volt a templom, és itt énekeltek velem, az hát mindjárt szembe jutott az, hogy hát valami ilyesmit szerettem volna, és megadatott nekem, úgyhogy... 30 év Mohács után következett néhány év Paks, de most ismét itt van Mohácson, és amennyire a lehetőségek engedik, részt is vesz még mindig azért az egyház életében. Papként egyáltalán nyugdíjba lehet vonulni, és most nem a jogi kategóriára gondolok. Nem, erről szó sincs. De tulajdonképpen azt hiszem, hogy nekem is jó, hogy végezhetek papi munkát, be is segíthetek, tehát a kollégáknak is jó, mert viszonylag jó fizikai állapotban vagyok. Ugye nem gondoltam volna, hogy hát ennyi évesen nyugdíjban megyek, de azért a szívem az jelzett, és hát nyilván nem akarom ismételni magam, hogy azért kerülhetem nyugdíjba, mert azért volt egy infarktus, és azért az már nem gyerekjáték, és hát egyrészt nem lehet nyugdíjba menni, és nekem nagyon nagy öröm, és ugye legtöbbet nyilván környékbeli falvakban vagyok, de hát ott is ismerős vagyok, ugye hát 30 évig itt voltam, azért a esperesi kerületem ez volt, sokszor megjelentem a templomokban, meg hát egy picit azért ennek a mohácsi ténykedésnek, a úgynevezett bítmiségnek azért híre ment, mert hát nem igen volt ilyen, és többen bebejártak ide, amikor mondták, hogy te jó ég. Úgyhogy jellemző, hogy akár egy kisebb faluban, például mondjuk Fazekas Bodán, és akkor mondta a Sekes és Nínő, hogy hát a gitárt nem hozta magával.
Úgyhogy azóta akár megyek oda, mindig viszem magam egy-egy éneket, eléneklek, és hogy ennyi év után, és hát a nálam idősebbek is, mit tudom, örömmel várják, hogy még most is ilyesmi legyen. Tehát nagyon örülök annak, azt hiszem nekem is jó, hogy nyugdíjasként nem a otthon négy fala között vagyok, hanem és környékben, meg hát itt is, hogyha a Laci atyáik megkérnek, akkor nyilván szívesen, úgyhogy ennek örülök nagyon. Vannak, akik azt a felfogást képviselik, hogy a pap Isten szolgája, neki van egyedül alárendelve, és tulajdonképpen így végezze a hivatását. Ugyanakkor nem hiszem, hogy negatív jelző itt a népszerűség használata, hiszen mégiscsak számít, hiszen emberekhez beszél a pap személye. És most persze anélkül is szembe dicsérni, mert tudom, hogy Szerény és ezt nagyon nem szokta szeretni, de mégiscsak szólt valamennyire a templom látogatottsága annak is, hogy ki tartotta a misét. Ez a szeretet, ez a mai napig megmaradt, ezt azért, ugye valljuk be, érzés, és nem esik rosszul az embernek. Igen, mondtam azt már talán többször is, hogy egy picit talán el vagyok kényeztetve, nyilván el van egy kicsit túlozva, hiszen azért a idő sok mindent meg is szépít, és az is benne van, de hát persze azért mégiscsak hát közvetítjük valamilyen szintén az illetünk papok, az Isten igét, a kinyilatkoztatást, és hát azért óhatatlanul is valamilyen szinten nem néha azonosítják velünk, ami ellen néha tiltakozunk, de hát ha tetszik, hanem mégiscsak ott vagyunk, és a kirakatban is vagyunk, meg hát azért valamilyen szintű, hát most nagyképűen hangzik, a hitelességet azért elvárnak az embertől, hogyha odáll és mondja a magáét, akkor azért a mindennapokban hát azért valami találásunk abból vissza, hogy ezt tényleg komolyan gondolja, vagy sem. És nagyon sok olyan dicséret volt most, segítettem még valahova az elmúlt hetekben, és a mise után bejött egy 8-9 éves kis cigánygyerek, most a szónak remélem, hogy nem a rasszista oldalára gondolunk, és akkor 8-9 éves, hogy írjam alá, ott volt a templomban, és akkor azt mondja nekem, hogy olyan jó volt ez a mise. Hát azt hittem, hát azok is persze nyilván, amik is jobban a kirakatban történnek, tehát mint a város, meg a polgármester utól kezdve a többi köszöntések, de ezek az apró dolgok, ezek legalább annyira, hogy is mondjam, kihúzom magam, vagy örülök neki, hogy nem tudom, hogy mi volt az, ami neki. Pedig ott nem is muzsikáltam, és gitároztam, csak idézőben csak egy vasárnapi mise volt, és ezzel fogadott a végén. Bizonyára beszélget a jó Istennel, és hogyha visszapillant, akár erre az elmúlt 47 esztendőre, hogyha a pappá szenteléstől nézzük, vagy akár a teljes 70 esztendőre, akkor ilyenkor általában köszönetet mond neki, vagy számon kér rajta valamit? Hát én szinte csak köszönhetek, tehát mint mondtam, többet kaptam, mint amit álmomba gondoltam volna. Tulajdonképpen beigazolódott az, amit ugye Jézus úrunk mondott, hogy aki értem és az evangéliumért elhagyja apját, anyját, családját, otthonát, az már itt a földön 100 annyit kap, odaát meg az örök életet. Hát én ezt a 100 annyit megkaptam, és hát hogyha még edigetlenkednék, akkor hát szégyeljem magam. Úgyhogy, tehát egy picit lényegesen többet kaptam. Hát, ha valaki nekem azt mondta volna, amikor elindultam a papi pályán, hogy figyelj, 47 év múlva mondjuk itt állunk így, hát egyrészt már biztos, hogy nem hittem volna, kinevettem volna, de úgy, hogy is mondjam, láthatatlanban aláírtam volna talán a töredékét is, hogy
hogy tudnék azért, ahogy mondtam Himesen, és amikor elindultam, vagy mentem gyerekként, hogy mi lesz, mi vár ránk majd. Persze a fiatalként volt bennünk egy kis lázadás, és ugye fönnálló rendszerrel szemben is, meg majd mi megmutatjuk, meg ami nem egyszerű, de azért mégiscsak bennünk volt, hogy lesz-e még itt. Ugye 72-73-at írunk, amikor kikerültem, hogy akkor most hogy fogunk. Lesz-e még 20 év múlva ugye egyáltalán egyház, hiszen azért minket leírtak már, hogy ennek az ideje lejárt, most más időszak következik, és tehát a bizonytalansági tényező nagyon nagy volt, és hogy mi lesz majd belőlünk, nem tudtuk, de úgyhogy talán jobb is, mert lehet, hogy nem vállaltuk volna akkor a kezdeteknél, de utólag visszagondolva jó, hogy az ember nem 70 éves fejjel gondolkodik 20 éves korában, hogy mit válasz, és mered-e meg milyen alapon, hát ki vagy te. Mi volt annak írva a papi jelmondata, amit választott a szenteléskor? Hát tulajdonképpen, ugye, mint mondtam, hogy én nem voltam annyira, úgymond, megint csak azt jelző jut eszembe a papos, ezért mindenképpen bennem volt a kafarnaumi századosnak a mondata, amikor beteg volt a szolgája, és akkor kérte Jézus, hogy gyógyítsa meg, és akkor mondta, jó, megyek el, és meggyógyítom, és akkor azt mondta erre százados, hogy Uram, nem vagyok méltó, hogy elgyere hozzá hajlékomban, jöjj, csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám is. És ezt a mondatnál első fejét, hogy Uram, nem vagyok méltó, ez volt tulajdonképpen, ez volt a papi jelmondatom, hogy hát én itt vagyok most, hát ha akartál, akkor lesz dolgod velem, mert nem tudom, hogy mit fogsz ebből kihozni. És meg azért is, mert nemigen találtam még ezt a jelmondatot még a másoknál. És volt bennem egy ilyen, hogy miért ne talál ki valamit. Szerettem követni a meglévőket, meg az okosabbat, meg minden, és akkor valahogy ilyen fura ötletem támadt, és hát ez volt, tehát Uram, nem vagyok méltó idáig, ez volt a jelmondat. Én azért úgy gondolom, és sokak nevében mondhatom ezt, azt hiszem, hogy a Jóisten igenis méltónak találta önt arra, hogy bejöjjön az ő hajlékába, hogyha a templom Isten háza. Hát köszönöm, ha valaki ezt így gondolja, vagy így gondolták, és hát ha valamit tudtam tenni, vagy igyekeztem tenni, azt megköszönöm, és nyilván hát amit nem úgy tettem, meg rosszul, vagy hibáztam, vagy azért meg hát igyekszem azért azt mondani, hogy hát ne haragudj, ez voltam, de egy pici, hogy is mondjam, vigasz számunkra, aki a papságot választja, hogy hát Uram, te választottál, hogyha hivatásról beszélünk, hát akkor most fogadj el ilyennek, vagy hát próbáljuk valahogy jobban együtt, de hát én is ehhez vagyok olyan botladozó ember, mint a többiek. Március 30-án játszották városunkban az NB1B felnőtt női kézilabda bajnokság 17. fordulóját. A Mohácsi Tornaegylet 1888 csapata a Dorog esélyt fogadta. A hazaiak a végére is megtartották a félidőre kialakult 3 gólos előnyt, és 23-20-ra győztek a vendégek ellen. A mérkőzést követően a mohácsiak egyik fiatal tehetsége, Ritlinger Lotti adott interjút sporttudósító kollégánknak. Köszöntöm a Mohács Televízió nézőit! 2002-ben született az előttem álló játékos Ritlinger Lotti, és bizony elmondhatjuk, hogy Mohács egyik ékessége, hiszen Európa bajnok lett 2018 nyarán. Az újság, az internet felrobbant, mindenhonnan szinte csak az ő neve és az ő arca folyt kifelé, csak ővele találkozhatunk. Őt kérdezem erről, elsősorban erről az Európa bajnokságról, hogy milyen volt, hogy telt, hogy sikerült a győzelem. Hát igazából nagyon jól telt az egész hét. Az az igazság, hogy azt, hogy megnyertük ezt az Európa-bajnokságot, az még a mai napig hihetetlen, és ahogy visszagondolunk, felfoghatatlan. A mérkőzéseink mind győzelemek lettek, ugye? Mindjárt az elején, ha jól tudom, volt egy kis gubanc, mert késett a repülőgép? Igen.
Igen, késett a repülőgép, másfél órát vártunk a Ferihegyen, mire odaért a repülő, amivel utána ugye tovább utazhattunk Svédországba. A sok-sok ellenfél legyőzése után a franciák elleni találkozó elég szoros volt, 31-30-ra sikerült győzni, és ha jól tudom, én amennyire jól értesült vagyok, akkor te 13 góllal toltad meg ezt a győzelmi szekeret. Hát az a győzelmi szekér az inkább a teljes EB teljesítményhez tartozik hozzá. Hát igen, a döntő az egy elég, hát hogy is mondjam. Nehéz mérkőzés volt? Mérkőzés volt, igen, és az biztos, hogy a szurkolóknak az utolsó pillanatig meghagytuk a lehetőséget, hogy izguljanak a győzelem miatt. A helyi újságok megszólították az edződet, Zsolt Krisztit. Ővele milyen a viszonyod? Ugye ő elmondta, hogy joggal büszke rád, és mindemellett ugye kiemelte a klub hűséget, hiszen téged ekkor, ha jól tudom, 2016-ban, amikor kezdted az NB1B-ben a játékot, akkor Dunajúváros, Ferencváros megkeresett, majd a NEKA, a Kozár Miskolc, mind-mind lecsaptak volna rá, de te mégis a Mohácsnál maradtál. Milyen a viszonyod egyébként Zsolt Krisztinával? Hát a Sugival, hogyha lehet így mondani. Kiskorom óta ismerem. Példaképpen volt a pályán, amikor játszott, aztán még kislány voltam, amikor ugye az edzőm lett. Később egy csapatban is játszottunk a felnőttben, aztán igazából szerintem nagyon jóba vagyunk. Nem volt furcsa egyébként úgy, hogy edződ volt előtte és később meg csapattársad, és akkor már teljesen más szerintem valahol a viszony? De azért az elején nagyon furcsa volt, viszont nagyon nagy segítség volt, hogy ott volt mellettem a pályán, és tudhattam, hogy tőle bármikor kaphatok segítséget, bármi problémám van, akkor ő ott van és segít. Uh-huh. 5 évesen kezdted a kézilabdát, 14 évesen már NB1B-s voltál. Gyerekkorodban biztos vagyok benne, mint ahogy minden gyerkőc ugye focista akar lenni, vagy éppen vasutas. Te milyen sikereket, illetve milyen sportot dédelgették közvetlen a kézilabdát, vagy kinek a tanácsára kerültél kapcsolatba a kézilabdával? Hát nekem édesanyukám is kézilabdázott, és igazából ő volt az, aki elsőként javasolta, hogy akkor kezdjek el kézilabdázni. Aztán kiskoromban már jöttek a sikerek, ugye a Tabajdi Ferivel is nyertünk országosokat, utána a Sugival is mentünk ugyanúgy országosokra, aztán tavaly ugye megnyertük a serdülőbajnokságot szintén a Sugival, úgyhogy jöttek sorra a sikerek. Látva, hogy velem szemben egy nagyon szerény játékos és egy nagyon szerény hölgy áll, már amik a terveid, a sport vagy az iskola az irányadó, tehát melyik, vagy a kettő akár egyszerre tud-e párhuzamosan működni, üzemelni? Én mindenképp azt szeretném, hogy a kettő az párhuzamosan működjön, eddig minden rendben van, aztán remélem a továbbiakban is így fog menni. Ha a továbbiakat nézzük, akkor váltasz klubot, vagy maradsz még a Mohácsnál, ameddig csak lehet, illetve hogyha úgy van, hogy ha jól tudom, akkor egyetemre szeretné tovább menni, hogyha ha muszáj váltani, akkor váltasz klubot? Hát, hogyha annyira muszáj, akkor nyilván benne van, hogyha nem megoldható, hogy itt maradjak, akkor kénytelen leszek váltani, de ameddig csak lehet, én itt szeretnék maradni Mohácson. Mi is ezt kívánjuk, láttuk a mai játékodat is, ugyan most nem sikerült gólt lőnöd. Én emlékszem arra, amikor debütáltál itt a csarnokban, és volt két váratlan olyan lövésed, hogy az álla leesett szerintem a jelenlévő közönségnek. Én csak azt kívánom, szerintem a nézők nevében is, hogy további sok sikert, és játsszál velünk, maradj velünk még jó sokáig mohácsi színekben. Köszönöm szépen! A színvonalas zenei rendezvények egyik stabil központja városunkban a Schneider Lajos Alapú Művészetoktatási Intézmény. Március 27-én a Részfúvósok játszották a főszerepet a Patinás iskola nagytermében. A színpadon weimári, pécsi és mohácsi muzsikusok váltották egymást a közönség legnagyobb örömére. Most ebből a koncertből következik egy kis ízelítő. Thank you.
Kedves nézőink, ennyi fért áprilisi első magazin műsorunkba. Legközelebb jövő héten szerdán este 7 órától várom Önöket. Addig is a viszontlátásra!